Mindenki szeretettel köszöntök, Tanács Adrián vagyok, az Országos Onkológiai Intézet pedagógusi diagnosztikusként. És a mai rövid előadásomban alternatív gyógyszerekről szeretnék beszélni, amelyek a leggyakrabban előforduló kezelési betegségekben. Három fontos diétát részemben szeretnék egy kicsit bemutatni, a vegetáriánizmus, az ergoterápiát és a makrobiotikát. A vegetáriánizmus két csoportba lehet fogolni, az úgynevezett tradicionális vegetáriánizmusba és az úgynevezett atipikus vegetáriánizmusba. A tradicionálisba tartoznak a klasszikus vegánok, a laktovegetáriánizmusok, a laktóvovegetáriánizmusok, vagy a szakóvovegetáriánizmusok, illetve az úgynevezett személyvegetáriánizmusok, akiknek akár szalmaszukorban is fogyasztanak. Ezek a klasszikus elemek szerint már igazából nem is vegetáriánusok. Az atipikusok közé pedig azok tartoznak, amelyek vagy a makrobiotikus diétát követik, vagy úgynevezett reporti étrenddel, vagy naturkonzerv, vagy a nyilatkoztató diétát, az úgynevezett nyilatkoztató diétát is ide tartoznak. Milyen problémák adódhatnak a vegetáriánusokkal összeállításakor? Nagyon oda kell figyelni a megfelelő tehénzőt, vegetára, fontos a vas, a kálcium és a cink, mennyiség előttelnek a beültetés a szervezetbe, jelentős szeretnénk a B12 vitaminnak és a D-vitamin megfelelő arányát szervezetnek, és egy kicsit fornítanak az omega-3 hűtajakkal való ellátott szervezetben. A vegetárián is előkerülve a fehér forrás tart növényekből származik, azonban a növény és fehérjék, azok úgynevezett inkomplexek, azok nem tartalmazzák az összetörő alkotó elemek, azaz aminosavak, amelyre saját testi fehérjék felépítésére szükségünk van. Egy példát mondani, például a gabonát, amit nagyon összeleállítjuk, az egy lizinben szegényen, lizin hiányosak, ezért a gabonát sem tekinthetjük fel a szépeti fehérjék. A növényi fehérjék lehetősége az rosszabb, mint az állati fehérjéké, hiszen a növényeknek nagyon magas a rosszartalma, és ez a magas rosszartalma gátolja a bennük lévő szerelének a felszívódását. Ennek az lesz a következmény, hogy a növényekből nagyon mennyiséget kell fogyasztani, ez az a szükséget megnövekszik. Fontos megemlíteni még az úgynevezett komplexálást, tehát hogy mivel párosítjuk az étkezésén is korábban, minden az a személye forrás mivel, mert akkor esetleg elő tudjuk azt állítani, hogy úgynevezett teljes értékű komplex fehérjét tudjuk fogyasztani. A feltenik a figyelmet az vegánok, a vegán étrendet fogyasztója, hiszen ő gyakorlatilag csak ilyen zöldségeket tudnak szökelni magukat esznek. Tehát még a gabona bevételét kis alacsonyabb az egyik vegetárium ütrendet követő tartalmat. Előnyét a vegetáriumhoz létrejött, ezáltal sok növény fegyel fogyasztásuk, hogy kevésbé a lepőket és a szemmelettünk. A növényi fehérjékkel kiegészíthető a szükséget, és ha megfelelően és széles tömegű választunk közül, és megfelelő energia bevitel is biztos tudunk menni. A különböző növényi fehérje források egy napon belül fogyasztva fedezhetik a mi eszenciális aminosav szükségletünket, megoszlanak a vélemények arról, hogy ennek egy étkezésen belül kell lennie, vagy akár elég az, hogy egy nap folyamán a különböző komponenseket elfogyasztva a teljes egyszerűen tudja tenni az egyszerűen. Néhány példát hoztam arra, hogy hogyan tudjuk komplexálni a növényi növendéket. Például, ha a búzát hüvelyesen magyaróval fogyasztjuk, akkor gyakorlatilag a három tipikus fehér forrásnak már olyan az aminosav összetétele, hogy teljes egyszerűen tudjuk tud válni, hogy ugyanaz igaz a kukoricát hüvelyesen felkezelve, vagy akár a szegrámból, babban, magyaróval, szójával kombinálva, de a barna is hüvelyesen szegrámban is szintén megfelelő. A fehér
esetében bekerülve egy fogalomból, pedig a limitáló anyagtartalom azt jelenti, hogy bizonyos nyersanyagokban van egy-egy alkotóelem, egy-egy aminosav, mely befolyásolja azt, hogy a többi belülről aminosavból is mennyi a mi szervezetünk számára hasznosul. Ilyen limitáló aminosav a gabonafélék mint a lizin, egy kukoricának a strippokat, vagy a hüvelyeseket szerkében a megkérdés. Pont az ásványi anyag mint az, hogy a vegetációs étrendet fontos szervezni, hiszen egy növénynek az tartalma, ami nem egyenlőt készül, az állati termékekben megtalálható, úgynevezett formagazban. A növények fitás tartalma gátolja a növényi vastartalomnak a felszívódását, úgyhogy látni tényezőnek mellett a rossz is, valamint arra is fel kell ide figyelni, hogy a tej, a kávé szintén olyan élelmiszerek, amelyek tudják csökkenteni a beli vastartalomnak a mennyiségét, illetve a felszívódásnak a sikerét. Pozitív hatására nem a szoftvérségét, nagyon fogyasztásnak, és ezáltal a vegetáriánus étrendnek, hogy a magas C-vitamin tartalom és a gyümölcsökben lévő magas szerves tartalom a pozitív magasnak a beépítését. Összességében használhatjuk, hogy a vasbevétel szükséglet az növény táplálkozás esetén 1,8 szeres, valakik azt mondják, hogy akár 2 szeresnek kell lenni, hogy a megfelelő műszeret el tudjuk kérni. Következően ásványi anyagok a szív, amelyek a hasznosulását szintén nagyon magas fitás tartalma gátolja, de jó, hogy átlagással, kivázással keresztik a javítható a szív hasznosulása, és ezáltal, hogy a felszívódásnak az nem olyan mértékű, mint az állati termékekből, ez a következő, hogy a szükséglet is megemelkedik vegetáriánus étrendben, tehát a több szívtartalmi élelmiszert fogyasztani. Fontos beszélni még a kalcium is, itt a fogszerátoknak és a fitáknak van jelentős szerepe, amelyek szintén gátolják a felszívódást, és fontos szerepi a kalciummal bűsített termékeknek. Ma már elég sok növényi termék is van a forgalomban, amelyek kalciummal bűsítenek. Ezzel szemben pozitív hatása megfelelő D-vitamin tartalom, a jó fehérjebevitel, és nem utolsó sorban a megfelelő felszínűséget, most ezt is segítünk a kárcsoló fadalépítését. Most az maga D-vitaminához nagyon fontos szerep társul, ebben a vírusos időszakban is sokan említik, hogy célszerűt a rendszeres D-vitamin fogyasztás, de tényleg szervezetben aktuálisan megtudható, hogy szervezetben valakit a fogyasztás számára. A természetes úton szervezett a D-vitamin mennyiséghez alakulnak. Ebben az időszakban mind fontos a D-vitamin kiegészítés, a táplálék kiegészítéssel biztosítani. Vannak állati eredetű, illetve növényi eredetű D-vitamin készítmények, ez azt jelenti, hogy a növényi eredetű a kevés C-hatékonyan. Nyilván, ha a növényi kevés oldal, akkor annak a bevitt mennyiséget még szorosabb kockorral meg kell tartani. A B12-vitamin pótlás növényi követő számára elengedhetetlen, de B12-vitaminok csak állati termékekben fordul elő. Vannak növényi analógiai, de ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy nem hatásosak. És amire nagyon kell figyelni, hogy ha a szervezet jól ellátott sportokkal, az általában azt szerint a különböző hematológiai tüneteket ad, amik egyébként okozza a B12-es vitamin hiányt, például a végtelenítés tüneteket. Másik említeni mondjuk az enzim, hogy omega-3 műszavakról is. Tehát általános egészséges táplálkozás az javasol az omega-6, omega-3 zsírszavak aranyos napéktel 2-1-4-1-1 arány. Azonban azt kell tudnunk, hogy a növényi ételek azok omega-3 zsírszavakban szerények. Ugyanakkor omega-3
barátaim nagyon gazdagok, emiatt azt tapasztaljuk, hogy ez a barát, az megosztói felbomlik. Azt kell megemlíteni, hogy az omega-3 zsírsav legjobb növényi pótlása az a lemmagolaj, tehát a rendszeres lemmagolaj fogyasztással egy kicsit tudunk kezelni az arányzódjaikat. A vegetációs étrendszerűsítésnek milyen szabályai vannak? Ugye az első, hogy a cereáljak, amelyek napokban 5-6 adagot tesznek ki, ennek a fele legyen teljes kiörülti, a másik fele pedig olyan, ami valamivel bőszítő, akár fácítóval, vagy áspanyanyagokkal bőszítőt termékek. Nagyon jól beépíthető az étrendben a száraz üvelyeket, ez akár 2-3 adag lehet naponta, ide tartozik a balba borsok leméke, a kisebb borsó. Most ide tartozik a szója is, és ugye a szójából sok-sok készítmény válik elő, például a szójateljet, vagy a tofut, és ezt akár rúzsutani is szokták különböző házban, a múlókkal, vagy vitaminokkal. A következő csapat a vegetáriánus étrend és fenntartása zöldségen, ebből lehet akár napokban 4 adagot is fogyasztani. Körülbelül az 1/3 a célpont a keményítő tartalma, a magas keményítő tartalma, ilyen a korica, a burgonya, vagy a zöldborsó, az 1/3 azért nagyon rossz fogati zöldsége, illetve különböző kábetűtök, tehát a karcsolat, karalábét, felhelkozta, a szó, a padrizsán, és körülbelül az egyharika legyen itt találkozik-e repelek, papik a paradicsom fejek talán keresztül a repelkes. A gyümölcsökből a napi 3 adag javasolt, fele legyen magas C-vitamin tartalma, B-vitamin, vagy akár rubin, bozolt gyümölcsök, és az egyik gyümölcsök pedig kétszerűen más szükségek. A diófélék, azok a magokat is, különböző olajok szobortak is fel mindenek fogyasztani. Ide tartozik, hogy a dió, angula, bogyoró, vagy akár a szezárnyák, vagy a Magyarországon nagyon könnyű megjelent a kapoltó, vagy lennak is. Ebből is napi egy adagot fogyasztatók, akár elrátsága, kötőkedések, akár is találtak a nevet. Azok a vegetáriánusokat is feltermékek, hogy aztán, hogy lakó vegetáriusok, vagy lakó vegetáriusok, ők a tejfajtári mennyiségünknek a hőhalmazát, a szőszerűen, hogyha alacsony zsírtartalom, savanyított tejfűszítmény is befedezik, jogfúr, kefír, alisztel, vagy esetleg tejfény, és az egyharmada legyetek a zsírtartalmazat. Hiszen itt nagyon fontos, ugyanúgy, mint az általában egészséges étkezésnél, hogy egy jó tartalma, amit a kertfizetni. A plusz energiabevételek figyelhetünk, és a kapitaszokat felesleges. Tojás, a óvóveget ellen is, hogy fogyasztanak, ez akár napi 3 tojás szájbája is lehet. Az olajakat, vagy az olajszemétel, ez szabadon, használhatjuk célszerűen, a többélet, hogy próbálhatjuk, akár az olívaolajra, a lemmagolajra, a trafolgót, kertét, a tojás, a szörgyúgyót, a kukoricsekére, és találhatjuk el, mire idegen sajtolt olajokat is. Kipróbálhatjuk a szőlőmagolajat, a mákolajat, a kipróbálhatjuk. A kristallin szintűrákról, annyit szeretném megemlíteni, hogy mi azt ajánljuk, hogy minimális mennyiségben, hiszen ezek hozzáadott szénhidrát mennyiség, hozzáadott cukrot, nagyon-nagyon kis mennyiségben szélszerű fogyasztani. Ha már fogyasztjuk, akkor természetes formátumban, tehát inkább egy méz, vagy egy lekvárban forduljon elő, és kerüljük, amennyire kapjuk a klasszikus kristálycukrot. Azt is megtaláljuk szerint, hogy a vegánok például a méz fogyasztásán sem megfelelnek, hiszen számukra a méz is állati terméknek minősül. A kézi diák az adagokat próbáltam átfordítani tényleges mennyiségek is, hogy körülbelül egy-egy adag az is jelenti, hogy könnyebben, magvakban, helyállítánkban az egyes adagot, hogy
Ez egész ugye
amiben minden ember azzal fel kell táplálni a sejteket, és a toxicitást úgy gondolta, hogy ez minden felemlítő folyamatokkal lehet megoldani. A terápia gyakorlatilag mind részre áll, van egy kényszerétel, van egy különbözett gyógylevek alkalmazással, idézőjelesen gyógyszerrel, tehát egy gyógyító szerep, és fontos szerepét a A gyógyító szerepén a környezetetlen része, hogy a felhasznált egy folyamók mindig beszélünk, ez a fegyelmet is jó mindenképzésület, no alkalmattól, hogy jó megtetett készíti az ételeket. Egyetlenül megengedett, hogy újodik forrás, az a hidegenek hajtól, hogy a biolájba forrás. Azáltal, hogy ez egy teljesen gyakorlatilag növényi létre, nagyon nagy forrás a fehérjebe is van, és mint a döntően keményítő tartalmú növényiszak nem fogyasztanak ezen a terápia alkalmazói, ezek minimális a szénhidrát beviteli is, hozzáadott szénhidrátból a szénhidrát pedig gyakorlatilag egyáltalán nem fogyasztatja ezek a beteget. Ugyanakkor mennyiségű és minőségű bőségű jelenti ezt a diétát, hiszen naponta háromszor főtt szilárd ételeket fogyasztanak, folyamatos a bőségű gyümölcsfogyasztástól, nagyon sok nyers salátát fogyasztanak, és szinte tréfás zöldségű gyümölcsfogyasztás. Azt mondta, nem kevesebb, mint 13 pohárral kell fogyasztani, de nem gondolom, hogy egy 2 decivel szagoly, akkor is egy szép teljesítmény. Tehát gyakorlatilag a fél napunkat a tízben kötően. És ebből a 13 pohárból nem egyik egy formában, hogy réka alma, de van benne magasztré, van zöldhúzítszak, és van benne csak rétegeket, hogy italok, és ezt mindig visszántérítenünk egy kriterium után, ezt is fogyasztjuk. Nagyon speciálisan készítünk a leveteket is. Az a filozófia, hogy a klasszikus növényi centrifugát, azok roncsolják a növényt meg a beltartalmi értékét, tehát centrifugális erő az kutatja a hatós anyagokat, és azáltal, hogy a nyersanyag túlnyomik a centrifugának a falában, felvegyülést okoz, és ezáltal sérülik a belejtő mértéket. Kérdésítő eljárások közül egyszerű folyamat csak fel, ilyen a rutinfolyatúra, meg a különböző gyógypakolások, ezt használják szájnyalakúgani kérdésre, használják a beöntésként is, illetve melegpakolásokat is alkalmaznak, hogy agyagol akár hidegpakolás is lehet. Különböző ásztatóniak és enzimpolgásokat is léteznek, B12 vitamint adnak a pácienseknek. Fájóval is különböző készítmények felpótolnak, kókintintalék, és egyéb kapjának egy különböző növényalap jelenetű enzimeket is. A klinikában, ahol ezt a gyógyszert